Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Ne lepődjetek most meg, ha a hangom olyan gyenge, de már napok óta fáj a torkom, nem tudok nyelni, tehát nem tudok enni, még ha vizet iszok, az is fáj, és olyan erőtlen a hangom jelen pillanatban, emiatt most az égi üzeneteket nem is készítem, majd ha jobban leszek így a következő napokban, akkor majd lesznek ezek a felvételek is. De azért ezt a három kérdőjeles jóslást szeretném mutatni számotokra. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Tehát az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez a gyermek a képen, az lehet, hogy ő most sokat gondol a gyermekekre, vagy családot akar alapítani. De mint mindig, ennek a kártyának is van szimbolikus jelentése. Jelenti az ártatlanságot. Néha azt is, hogy jó indulatú és olyan kis naív, mások kihasználják őt emiatt. Amit ez a kislány még jelent szimbolikusan, egy új irányt, egy új kezdetet. A második kérdés úgy hangzik, hogy milyen az ő érzelme, hiszen mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt látható a könyv. Az jelentheti azt, hogy megvan nála ez a kívánság, hogy még tanuljon valamit, vagy tanítson másokat, mint például a gyermekeket, de ennek a kártyának is van szimbolikus jelentése, és azt üzeni, hogy ő zárkózott. Bizonyos dolgokról nem beszél, olyan titokzatos, de jó indulatú, megbízhatsz benne, hiszen nincsenek olyan dolgok, amit tényleg el kellene titkolnia, de jelenti mégis a zárkózottságát. Vagy azt is jelentheti ez a kártya itt, amikor az érzelmeiről van szó, hogy ő úgy érzi, hogy te vagy zárkózott. A harmadik kérdés úgy hangzik, hogy hogyan közeledik hozzád. Itt látható ez a ház, ez jelenthet egy látogatást vagy egy meghívást. Azt is jelentheti, hogy családot szeretne alapítani veled, egy közös otthont, gyermekekkel. Ez a ház jelenti a családi kapcsolatokat is. Az lehet, hogy itt vannak még gondok, problémák, mások kihasználják őt, hiszen olyan kis naív, de nem beszél ezekről, hiszen a könyv azt mutatja itt, hogy zárkózott, nem akar problémákról, nem akar családi problémákról beszélni. A következő kártya azt mutatja, hogy mi köt össze benneteket, majd ő irányítja a dolgokat, hiszen ő közeledik hozzád ezen a paripán. Nem jön üres kézzel, hiszen itt van a kezében ez az arany kehely, ami jelenti az ő érzelmeit, tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Sőt, itt a háttérben látható a hold, jelenti az álmokat, a vágyakat, lehet, hogy álmodozik rólad, és itt látható a nap energiája is, az pedig jelenti azt, hogy a nap majd megvilágít valamit, hiszen nyitottan fog érzelmekről beszélni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!